Sziasztok! Most egy tartiflettet fogunk elkészíteni, lássuk a hozzávalóit. Amit úgy kezdtünk el, hogy fél kiló krumplit megpucoltunk, és ilyen fél centis karikákra vágtuk, illetve szintén ilyen szeletekre vágtuk a vörös hagymát, hát ebből én most egy nagyot meg egy kicsit használtam. Aztán mi ilyen füstölt húsos szalonnát használunk, aminek nem olyan sok a zsírja, hát ezt nálunk így lehet kapni, így összevágva, de igazából bármilyen megfelel. Akkor a sajt, az ugye a legfontosabb része, hát mi egy ilyen direkt tartiflett sajtot használtunk, de bármilyen camembert, vagy ilyen óvadós, ilyen puhább fajta sajt. Jó, hát az ilyen ejdámi, meg trapista, meg ilyenek, azok természetesen nem ehhez az ételhez valók. Akkor kell hozzá még tejföl, só és bors. Ennyi a történet, na lássuk akkor a főzést, hogy néz ki. Az eredeti recept az úgy írja, hogy kezdjük ugye el a hagymával valami olajon, hogy annak a megdinsztelését, meg a kicsit átfőzését. Hát mi most fordítva csináljuk, és először tesszük bele ugye ezt a hús részét. Azért, hogy ugye ne kelljen bele külön zsírt rakni, ez fog ereszteni valamennyit, és akkor utána tesszük bele a hagymát, jövünk vissza, hogyha olyan állapotban leszünk, hogy a hagyma következhessen. Gyönyörű szépen megsült a húsunk, elég sok zsírt is eresztett, meg hát ugye vizet is, nem tettem hozzá semmit egyébként, úgyhogy akkor most szépen rátesszük a hagymákat. És folytatjuk tovább ennek a főzését. Amíg a serpenyőben pirul a hagyma meg a husi, addig előkészítjük a sajtot, ami nevezetesen ugye abból áll, azt írja a recept, hogy egy kicsit meg kell kapírgatni, soha nem csináltunk egyébként még ilyet, tehát egy kicsit meg kell kapírgatni a széleit, gondolom, hogy lejöjjenek róla ezek az anyagok, meg biztos ennek megvan a további eljárása, hát mi nem tudjuk. Aztán, hogyha megkapargattuk szépen, akkor ugye azt írja, hogy hosszába el kell vágni ketté. Szépen meg is csinálja az Ági. És akkor utána gyakorlatilag ez készen is lesz, ezt kell majd rárakni az előkészített hínainak, vagy akármibe teszitek, annak a tetejére fog ez kerülni, a legfőső részébe. És pontosan így, hogy a keményebbik fele lesz a krumpli felé. Igen, azt majd mutatjuk is. Na, akkor kicsit előkészülünk még, és akkor jövünk vissza. Előkészült tehát minden, nagyon gyönyörűen kicsit barnásra, illetve a krumplit is szépen megfőztük, azt még nem mutattam, tehát azt így egyszerűen föl lett vágva, és ugye a sütőt pedig 220 fokra előmelegítettük. És akkor most előkészítettünk mindent, mutatom, hogy állunk, és mutatjuk, hogy mit fogunk csinálni. Mi egy ilyen kerek jénait választottunk, ami ugye ki lett vajazva, és akkor szépen elő vannak készítve a cuccok, akkor most jöhet a építkezés. Ami ugye úgy néz ki, hogy rétegelve tesszük bele a dolgokat. Most éppen a krumpli az befejeződött, és akkor most jöhet rá a következő réteg. Fele, amit elkészítettünk. Igen, ugye ezt szépen megfelezzük, aztán utána gondolom rakunk rá fűszereket is. Kevés borsot, meg sót. Só nem nagyon, mert a szalonna, meg a sajt is sós, úgyhogy sóval csinyán bánni. Akkor csak bors. Kevés bors, tényleg nem esünk túlzásokba. Így van, érvényes, hogy jön szépen majd a sajtnak a íze. Tényleg egy icipici só. Így van, aztán utólag meg majd még meg lehet sózni. Én teszek ide is egy kis tejfölt. Igen, az nem árt. Ne legyen olyan száraz.
teljesen jó, és akkor egy gyakorlatilag így fogunk építkezni. És jöhet rá szépen a krumpli. Egy sor krumpli. És akkor itt szépen befejeződik ez a krumpli réteg is. Azt egyébként el lehet mondani, hogy ez a Haute Savoie nevezetű részéről jön Franciaországnak, ugye ahol a Mont Blanc is van. Tehát igazság szerint ott kóstoltuk meg, és? Mert ott ez egy helyi specialitásuk, és ez főleg hegyekben, meg főleg akkor eszük, amikor hideg van, tehát mint a káposztát, meg egyéb ilyen kajákat. Tehát ilyen télies étel, ezt nyáron nem igen eszük. Igen. Na, tehát hogy ez az étel, ez onnan jön. Eredetileg, úgyhogy így néz ki, hogyha mielőtt rátesszük a sajtot, akkor jövünk vissza. Készen vagyunk tehát, minden alapanyag majdnem benne van. Most ugye még rárakunk egy adag tejfölt, szépen meg lett kicsit borsozva, meg sózva mindenféle réteg, és akkor ugye most jön majd a lényeg. Ez a sajt. Amit ugye így rakunk rá, tehát a eredetileg a külső fele, az megy alulra. Tehát így néz ki, ezt szépen ráhelyezzük, és utána megy be negyed órára a 220 fokos sütőbe. Ebben a pillanatban vettük ki a sütőből, tehát a körülbelül negyed óra. Nagyon-nagyon brutálisan néz ki. Szépen összeértek, összementek benne a dolgok, és lehet látni, hogy nagyon szépen kihóvad benne a sajt, széthóvad benne a sajt, úgyhogy jöhet a tárolás. El is készült tehát, nagyon-nagyon szuperul néz ki, mint az összes kajánk. Hát sajnos annyi kis negatívum, hogy ugye ezt itt tálalni, tára nem nagyon lehet, mert eredetileg ezt ugye ilyen kisebb fajta edényekbe szokták csinálni, egy az egybe, és akkor kiveszik a sütőből, és úgy viszik oda, hogy át egy mondjuk egy ilyesmibe. Ilyen egyszemélyes tálokba. Több. Igen, igen, csak hát mi nem akartunk vele itt szórakozni. Úgyhogy jó étvágyat kívánok!